Ez itt az én sportautóm. Értjük, mint a rakéta. Itt lakik a Dusán. Egyébként ezt a környéket úgy hívják, hogy Kosárnyik. Ez iglótó, egy olyan a belvárostól egy olyan 10 kilométerre van. Ez a magyar időben nem létezett. Akkor ilyen erdős terület volt. Csak itt ilyen vikend házak vannak. Van, aki itt lakik, mint például a Dusán, itt a baráti körbe, az itt lakik. Ez a ház az itt. Ez. Jó néz ki, nem? Csak sok a szomszéd. Itt elterjedtek, mint a hangyák, ezért. Tehát egyik másiknak a nyakába van majdnem. A Dusán itt már csinált kis fenyőfákat, mert igazán kerítést nem szabad építeni, azt nem engedi a város. Ez kikötés. Vizet azt ilyen 40 méterről nyernek, viszont egy olyan 300-400 liter, aki van szivattyúzva, akkor várni kell, hogy utána töltődjön a talajba lent. Visszafordulok. Onnan jöttem. Reggel most olyan kb. 8:30 óra van. Itt megmutatom így a ezért. Dusának a házát így oldalról. Ja, mehetünk kicsit közelebb is. Paradicsom környezet, igaz? Jó néz ki. Kicsit kintebb megyünk. Tulajdonképpen hát ez valamikor a magyar, vagyis a történelmi Magyarország földje, amit ugye szlovákok nem mindenki tudja. A régi öregek azok tudják, a maiak azok úgy, ahogy van, amelyik tudja, van, amelyik azt mondja, hogy nem. Ez nem úgy van, mert nem is tanítják. Hát 1918-19-ben szűnt meg, mint Magyarország létezni. És akkor hivatalosan 1920. június 4-e óta. Úgyhogy Szlovákia az a beceneve ennek a földnek, mert ez ugye magyar föld volt. Szlovákok mindig is léteztek itt ezen a területen. Tehát laktak. Csak úgy, mint kisebbség. Ja. Csak azt se kell elfelejteni, hogy a magyarok is bűnösök voltak, mert 1916-17 már korábban rátértek az erőszakos magyarosításra.
ezt még tudom a Zarenka szüleitől. Régi öregek mesélték, hogy a magyarok úgy bántak velük, hogy az anyád úristen itt magyarul beszél nekem, úgyhogy nem csoda, hogy átálltak a csehekhez. Na, tehát bővebben nem akarok történelemről beszélni, mert hát annyira nincs olyan szép történelme, ami miatt elmentek a magyaroktól, vagy kivettek innen űzve. Ott lent ilyen restaurant van, meg laknak. Jól látható mindenhol weekend. Ja, hát van, aki itt lakik végül is. Kiköltözött. A Smezsani, azt úgy hívják, hogy Szepes Sümeg. Ahhoz tartozik ez az ide egy olyan 3-4 kilométer. Az olyan úgy lehet nézni, mint ilyen kisvárosnak. mit tudom én, például Kiskörös, vagy tehát úgy, vagy Kecskemét, de hát mondjuk kisebb, mint Kecskemét. Ja, most így forgok körbe. Dusának itt lakik egyik barátja, pár száz méterre. Tegnap ilyen hordóba vittünk át vizet, mert neki is a talajból kifogyott a víz, és van ilyen jacuzzia, és akkor ilyen hordókba hoztunk át vizet, hogy tudjanak jacuzzia. Na, szóval. Na, felmegyek emelre egy kicsit. Mindenhol, hát úgy, hogy újonnan itt telket, azt nem lehet, azt nem árulnak, hanem mindenki korábbról vagy örökölte, vagy mit tudom én, meg tudott vásárolni egy olyan rosszabb épületet, aki eladta például. Ez is itt azt hiszem eladó, de olyan húzós ára van, hogy akar érte 100 000 eurót. Jó, terület van hozzá, szép nagy, de a 100 000 eurója kicsit sok. Azt mondja a Dusán, hogy az drága nagyon. 60 vagy 60 000 euró. Na, de azt is elő kell teremteni, nem? Mi ez, zsákutca tábla? Nagyon messzire nem akarok elmenni a többiektől, mert kimegyünk ilyen... Itt van valami... Már jártam ott ilyen nagy folyó, és ott lehet fürdeni, bár a víz az állandóan hideg, ilyen 15 fokos. És oda ki akarunk menni úszni. Na most fentebb veszem a kamerát, és akkor azt behozom közelebbre azt a... Hogy hívják ott? Hát mozog, mert nincs ez a... Hogy hívják on? Ez egy restaurant. Hát annyira nem lehet innen jól látni. Itt nyírják a füvet. Na, visszamegyek a vizére, a pozícióba, onnan eljöttem a grund. Ez a kék itten, amit majd lehet látni, ez egy ilyen húzós kút. Fel kell önteni, és akkor jön a víz. De senki nem használja. Na, megnézzük közelebbre, azt mondja Duzsán, hogy fel kell önteni.
már itt van 1000 éve. Vannak szép izé. Hát ez még a cseh időbe épült itt valószínű. De működik. Csak kell idehozni vizet. Tudom, vagy 30 litert öntögetni és húzogatni. Kezd jó idő lenni, iszonyú meleg van itt is. Ilyen melegek itt nem voltak szintén. Itt is közel 40 fok van, amikor nap van, úgyhogy mondják is, hogy